Honey Beast adott koncertet nemrég a Pécsi Kodály Központban. A magyar akusztikus együttes vegyesen több stílusú rock és funky zenét játszik. A rajongók jól ismerik dalaikat, most azonban különleges elemekkel is készültek a fellépésre. Készülünk egy akusztikus blokkal a koncert végén, tehát ettől lesz a koncertünk különlegesebb, és ezt még szerintem nem hallották itt tőlünk, mert léptünk már itt föl szimfonikus zenekarral, meg elosztuk ide a Legyen Tánc nevű előadásunkat. Szerintem ez a legjobb szó, ha ezt mondom, hogy előadásunkat. Úgyhogy nagyon sokféle aspektusban megjelent már itt a zenekar, és nagyon szeretünk ide járni, mert ez egy fantasztikus hely, és a pécsi közönség pedig csoda. A koncerten már ismerős dallamokat és újdonságokat is hallhatott a közönség. Elhoztuk a régi kedvenceket, és hoztunk új dalokat, és egészen új dalokat. Nemrég jöttünk ki a Cirkusz című számmal, és van hozzá egyébként egy klip is, aminek tök jó megtekintési rátája van a legnagyobb videó megosztónál, és természetesen ezt a dalt is el fogjuk ma este játszani. Nekem ez a cirkusz, nem kell csak ennyire vagy képes, menj el! Sosem változol, ez így megfére a hidegháború. Nem lesz béke, nem megy ott fel. Megy erre a múlttal, nem fel. Én a kötél idegzett, ő kis cseréte. A kötél táncos, az nem lép félre. Az elmúlt időszak a Honey Beast számára is megpróbáltatásokkal telt. A koronavírus miatt hosszabb kihagyásra kényszerültek sok más együttessel és művésszel együtt. Ez azonban nem gátolta meg a zenészeket a gyakorlásban, fejlődésben. Tarján Zsófia azt mondja, hasznosan töltötték el a kényszerpihenőt. Szerencsére rendelkezésünkre állnak bizonyos eszközök, így az online térben, úgyhogy nagyon sokat konzultáltunk különböző meetingeken, amikor csak az interneten keresztül tudtunk találkozni, de ezt kihasználtuk, úgyhogy szinte hetente kommunikált a zenekar, meg van egy titkos csoportunk, ami csak zenekari tagokat tartalmaz, sőt többféle csoport is van, van ahol a kiadóval kommunikálunk, meg van ahol a crew-val, úgyhogy mindegyik csoport működött, kommunikáltunk, és próbáltunk túlélni. Tanultunk, gyakoroltunk, rengeteg videót néztünk mindenféle oktató jelleggel. Szóval ilyenkor ugye azt csinálja az ember, amire nincs idő máskor. Én például festettem is a tanulmányok mellett, úgyhogy próbáltunk túlélni, és nagyon remélem, hogy minél hamarabb vége lesz ennek az egésznek. Addig is a zenekar örül minden lehetőségnek, amikor színpadra léphetnek és élő közönség előtt játszhatnak. Az együttes már a jövőre is gondol, folyamatosan ötletelnek, és szeretnének a rajongók a zeneszeretők kedvére tenni. Nemrég vettünk fel egy új dalt, mindannyian nagyon szeretjük, és hamarosan ki fogunk vele jönni, habár pontos dátumot még nem tudok, és sok új dal várható. Zoli írja a dalokat, Bencsik Kovács Zoltán, és a minap felhívott úgy 8 hónapja, és elküldött nekem 9 darab dalvázlatot, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeknek a daloknak mi lesz a sorsa. Valamilyen formában szerintem mindegyiket hallani fogja a közönség. A Honey Beast fennállása óta egyébként 11 lemezt és 19 videoklipet készített, és számos díjat is elnyert. A platina és háromszoros aranylemezes zenekart most újra láthatta és hallhatta a pécsi közönség.